Az iparművészeti főiskolának a festő szakjára jártam, és ott is végeztem 1966-ban. Itt tanítottam 44 éven keresztül, 2010-ig. A harmadéves koromban a Zégás professzor föltette a kérdést, hogy akár-e valaki üveggel foglalkozni, mert hogy az akkori úgynevezett díszítő-festő szakon mindenkinek kellett valamilyen mellékszakot választani, és hárman választottak az üveggel való foglalkozást, úgyhogy harmadéves koromtól, 1963-tól ezt csináltam, ezzel foglalkoztam. A diplomamunkámat festőként, ugyan, de vörös rézlemezből csináltam, és ezt annyira megszerettem, és valószínűleg mások is azt hitték, hogy értek a fémekhez, meg én is azt hittem, hogy beletanultam annyira, hogy elmertem vállalni már krómacél munkákat, és a krómacél az nagyon tetszett, talán mert közel volt az üveghöz, a reflexiójával, csillogó felületeivel, és mindjárt az első ilyen fontos munkám pont a Nagymező utcán, a MÁV külföldi jegy pénztárának az ablakaiba került kompozíció. Egyik kollégám kedvenc mondás volt, hogy az üveg egy szerelem. Egyszerűen az embert elkapja, akkor nincs menekvés, mert fantasztikus anyag, fantasztikus lehetőségek vannak benne. Először persze is, mint festő, a festett, olmozott üvegablakokra gondoltam, meg arra a színességre, amit ez lehetővé tesz. A modern művészetet azt igyekeztem tanulmányozni, modern építészetet, és nagyon sok olyan érdekes hatású épülettel találkoztam, láttam fotón, ami egy-egy kis plasztikának a ötletét is felvetették. Elmentem külföldre ide-oda, és rájöttem, hogy a legtöbben a csehek és szlovákok is az úgynevezett kézi csiszolás technikáját használják, amit egy rabszolgamunkának tartottam, de hát kiderült, hogy ezzel a technikával lehet a legszebb, legprecízebb felületeket létrehozni. És azt elkezdtem ezt, amit egyébként bodybuildingezésnek is nevezek. Egy-egy kis plasztikának a kézi csiszolása önmagában több nap, egy-két hét munka. Az azt jelenti, hogy napi 6-8 órában kell egy-két kilós vasdarabot a felületen csiszolószemcsével, vizes csiszolószemcsével együtt koptatni. Van úgy, hogy az embernek eszébe jut egy érdekes forma, és akkor két hónap múlva jövök rá, akkor ennek ez lesz a címe. De olyan is van, hogy kimondottan elképzelek egy témát, amire rákoncentrálok, és megpróbálom annak megfelelően alakítani a tárgyat. A rajza tervezés az néha még több időt vesz igénybe, és néha előfordul, hogy két-három rajzot is el kell dobnom, mert rájövök, hogy ezért azért nem tökéletes. Az egész technológia csoportot, mert ebben sok minden tartozik, hideg üvegnek hívják, ellentétben a meleg üveggel, ami általában hutai munkákat, hutai technikákat jelent. Alapvetően az üvegnek van egy kis zöldes színe a síküvegnek, a legtöbb síküvegnek, ablaküvegnek, mert ha az éle felől nézzünk meg egy-egy üvegtáblát, akkor mindegyik eléggé zöldesnek tűnik. Azzal pedig, hogy én egymásra ragasztom, rétegelem, ezek a tárgyak legalább 15-20 centis átmérőn keresztül láthatók, tehát ez a zöldes alapszín, ez a legtöbb munkába bekerül, de a reflexiós rétegben vannak kékes, bronzos, vöröses, szürkés tónusok is, úgyhogy ott pedig ezeknél keverednek ezek a színhatások és lehetőségek. A geometria általában egy sokkal komplikáltabb világot jelent, mint amit én használok. Szóval ez egy nagyon egyszerű, mondhatnám konyhai szintű geometria vagy matematika, amit én használok. Egyszerűen pozitív-negatív formákat, tehát pozitív-negatív lencsére emlékeztető felületeket, hengerek vannak, amiken egy paralel lencse hatás érzékelhető, és a prizmák természetesen, a prizma hatás.
az elég sok munkában jelentkezik, néha ezek természetesen keverednek és egymással. Egy-egy tárgy és a mögötte lévő gondolat az, ami mindig a legfontosabb. És természetesen mindig a következő, és lényegében a sorozataim is így jönnek létre. Megcsinálok egy tárgyat, és amikor már elképzelem, hogy milyen lesz, akkor mindig jön körülbelül legalább 20% meglepetés, hogy ilyennek gondoltam, de kicsit más lesz, kicsit megfejthetetlen, olyan reflexiók jönnek elő, amikre sose gondoltam volna, akkor rámegyek a következőt. Na, akkor nézzük csak, hogy ez a reflexió hogy is mint fokozható, és akkor ennek következtében vagy nagyobb, vagy kisebb lesz, vagy hosszúkásabb lesz, vagy domborúbb lesz egy-egy tárgy. És a második tárgynál aztán kiderül, hogy még egészen jó, de most nem hosszabbra, nem keskenyebbre kell venni, akkor megpróbálom a harmadik tárgyat, és a hetedik tárgy után rájövök, hogy mégiscsak a legelső volt a legérdekesebb, legjobban sikerült. Úgyhogy ez alapvető megközelítési mód.